Vendégem Szilvási György, 2006. júniustól 2007. júniusig kancellária miniszter, 2007-től polgári titkosszolgálatokat felügyelő miniszter a Gyurcsány kormány alatt. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert ezekben az időkben zajlik ugye az eredeti esemény, és a hangfelvétel is 2008-ban készült. A legnagyobb koponya Szilvási György, aki Gyurcsány Ferencet is irányítja, ezt mondta Rózsa Flores most a Hónhír portálon nyilvánosságra került 2008-as interjújában. Azt is mondja, hogy az összödi beszédet a helyszínen ugye rögzítették a szocialisták, hivatalosan technikusok a pulton, a keverőpulton, majd erről több másolatot is készítettek. A hangtechnikusok, akik közül valaki egy magas rangú MSZP-s politikus utasítására átadta Gyurinak, aki egy régi motoros 3x2-es vállalkozó, és ő adta át Floresnek az anyagot, amit elvittek Debrecenbe, onnan a Fidesz vezérkarához, és aztán a felvétel állítólag 8 szerkesztőséghez került, amelyből a rádió volt az első, amely ezt kiadta. Mit szól mindehhez? Először is jó estét kívánok a nézőknek, és szia Zsizsi! Bocsánat, ezt a kisfiamnak megígértem, aki 6 éves, és nekem kellett volna most lefektetnem, hogy... Köszönöm, hogy elköszönök tőle. Az áldozat. Bocsánat, tudom, hogy nem szabad, de azért. Tehát ennek a felvételnek, ami most nyilvánosságra került, van egy nagyon nagy érdekessége, és van egy olyan része, amely kevésbé érdekes. A kevésbé érdekes része az, amire most ön kérdez, ez a összeesküvés elméletszerű variáció, hogy mondjuk rajtam keresztül szivárgott volna ki a beszéd, ez már 2006 óta végigkíséri a összödi történetet. Ezt nem először halljuk. Nem először halljuk, mindenféle bizonyíték nélkül természetesen, és maga Rózsa Eduárdó, aki ezt mondja, szegény már nem él, nem tudjuk tőle megkérdezni, és azt mondja a riporternek, hogy hát ezt ő se tudja, csak feltételezi. Igen, mert van egy Kis Péter féle száll, és a másik változat egy héttel később Kis Péterre kente, ő tagadta, el is hiszem, és marad a Szilvási. Igen, de hát előtte még azért mondja azt, hogy a Gyurcsány ellenfeleinek is érdeke lehetett, és így tovább, és így tovább. De ezek hát ugyanis a bizonyíték nélküli összeesküvés elmélet részeit képezik. Ezt találja ön kevésbé érdekesnek, én nem engedném el ezt a szállat, csak jó, beszéljünk róla, én szívesen beszélek. Ami érdekesebb azonban ennek a beszélgetésnek egy olyan része, ami új, eddig még azért a nyilvánosság előtt én legalábbis nem láttam, egyfajta bizonyítéka annak, hogy mi történt utána, amikor a felvételek eljutottak Rózsa Flores Eduardohoz. Ő most elmondja élő szóban azt, amit viszont tud. A korábbiakat ugye nem tudta, csak feltételezte, hogy kitől kapta, de hogy mi történt azután azzal az anyaggal, amit ő megkapott, azt elmondja. Azaz, hogy hogyan került ki az anyag, és ebből azért csak kiderül az, hogy a Fidesz vezető politikusai voltak azok, akik döntöttek arról, hogy mi legyen az anyagnak a sorsa. Ők beszélték azt végig, hogy milyen médiumoknak juttatják el, hogyan, milyen formában, ugye futárok vitték, de először Debrecenbe ezt az anyagot, aztán utána tovább. Megnevezi a személyeket is, én csak őt idézem, Kósa Lajos, Varga, Navracsics, Várszegi, és hát magára Orbán Viktorra is utal, amikor azt mondta, az elnökkel megkonzultálták, hogy mit csináljanak. Most ez a forgatókönyv, hogy mi történt a kiszivárogtatott anyaggal, ez még az én ismereteim szerint nem volt világos a közvélemény előtt, és nagyon ismertem ezeket a részleteket, és számomra újdonság feltétlenül. Az érdekes, hogy a közvélemény előtt ezek nem voltak ismertek, mert ebben igaza van, de az sokkal érdekesebb, hogy ön számára nem voltak ezek ismertek. Ámulva hallgattam a Hurhin miatt nevelnek a portálnak, Hunhír portálon ezeket az anyagokat. Nem volt ezzel tisztában, amit Rózsa Flores most elmondott? Feltételezések természetesen voltak arra, hogy a kiszivárogtatott anyaggal mi történt. Nem csak feltételezések, vizsgálat volt már a Gyurcsány kormány alatt. Titok köti, hogy válaszoljon arra a kérdésre, nem csak hogy ez titok így történt-e? Köti a minisztert, hanem, mármint hogy engem, a volt minisztert, hanem az én időmben még nem zárult le a vizsgálat. Majd azt követően, amikor lezárult, már nem voltam miniszter, annak az eredményéről. És utána nincs többé hozzáférése. Nincs is, de egyébként, hogyha lenne, ha államtitoknak minősítették, gondolom annak minősítették, akkor sem mondhatnám el, de azért azt elmondhatom, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal csak egy része volt a vizsgálatot végző szervezeteknek, köztársasági őrezdet, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. Ezek a vizsgálatok két résszel foglalkoztak. Az egyik, hogy lehetett-e illetéktelenül behatolni összöd a kormányüdülő színhelyére, azaz valaki lehallgathatta a beszélgetést kívülről, védett objektumot meg lehetett támadni, tehát ez volt a vizsgálat egyik fele. És a másik fele? A másik fele pedig azzal foglalkozott, hogy vajon a szeptemberi zavargásoknak, majd hát elsősorban a TV-székház ostromának, annak a megszervezésének van-e bármi köze a
kiszivárogtatott beszéd terjesztéséhez, szétosztásához, annak kapcsán fölmerül-e valamilyen nemzetbiztonsági kockázat. És azzal is foglalkoztak, hogy hogyan szivárgott ki a beszéd, és kikhez jutott el? Mondok csak egy abszolút nem értek hozzá, de egy példát. Mondjuk tudjuk, hogy Suk György rádió elnöknél landolt, tehát nem nála, hanem ő neki tudomása van arról, hogy került a rádió birtokába ez a felvétel. Azt gondolnám, hogy meg lehet nézni az ő hívás listáját pár nappal később, és akkor fehéren-feketén meg lehet tudni azt, hogy ki lehetett az, akinek odaadta, ki lehet hallgatni. Történt például ilyen? Ez most tényleg laikusként kérdezem. Laikusként én is, meg ebben is laikus vagyok, mert ugye a műveleti részleteket nem ismerem, hogy a vizsgálatokat hogyan végezték. Azt tudom, hogy azzal foglalkoztak, még egyszer említem, hogy a terítés hogyan történt. De most erről beszél Rózsa Flores Eduardo. Ön nem tudta ezt eddig? Nem. Tehát ilyen részletességgel nem, ahogy ezt ő elmondja, a szereplő személyeket én nem tudtam azonosítani eddig, hogy kik voltak. Nem tartotta volna fontosnak, hogy ez időben megtörténjen, hogy ez a vizsgálat ne legyen később államtitok, hogy ezt, amikor most tényleg csak mondtam egy példát, ön azt mondja, hogy ön is laikus, csak beszélgessünk már erről, arról el, hogy erre lehetett volna megoldás nagyon rövid időn belül, akár egy héten belül, hogy megtudjuk, hogy jutott el, ki által, ki legyenek azok hallgatva. Szerintem, amit a szabályok előírnak ezeknek a szervezeteknek, megpróbálták megtenni. De mint ahogy erre egyébként korábban utaltam, mint ahogy az is, hogy kitől szivárgott ki az anyag, tehát ki juttatta ki. Azt is csak én szerintem akkor lehet megtudni, hogy az illető bevallja, most őszintén szólva. Azt is, hogy mi történt utána az anyaggal, akkor lehetett igazán megtudni, amikor most valaki bevallotta. Ön azt mondja, elmondta valaki, hogy hogyan történt. Cáfolták, hogy önnek ehhez köze van, az élet is cáfolta. Ez nem válasz egy ilyen vádra. Kétségtelenül a vád az nem egy megalapozott vád, hiszen egy már halott embernek egy felvételéről van szó, tehát nem akarok olyan helyzetbe hozni, mint hogyha ez valami biztos vád lenne, de mivel tudja azt cáfolni, hogy igaz az, ami ezen a hát ugye először is bizonyítani hangzik. Kellene, hogy az egyáltalán valahogy ez fölmerülhetne, de azért szerencsére tudom ugye? Igen. Tehát azért a cáfolathoz néhány dolog tartozik, akkor hogy említsem meg ezeket. Persze én elmondtam ezeket már 2006-ot követően is többször, hogy az kiderült, hogy két kazettán rögzítették a beszélgetést. A két kazettán közül az egyiket a miniszterelnöki hivatalban, a másikat az MSZP-nél tárolták, és a szakértői vizsgálat azt megállapította, hogy a médiában elhangzott változat az MSZP-nél lévő variáció. Egy, kettő. Nekem a kezemben sohasem ilyen felvétel nem volt. Én nem is tudtam arról, hogy ki őrzik, milyen feltételek és milyen körülmények között. Ez egyébként egy MSZP-s rendezvény volt. A miniszterelnöki hivatalnál lévő változatot se ismertem, azzal se foglalkoztam, az sem nálam volt. De a legfontosabb tehát az, hogy nem az a verzió ment ki a sajtóba, amelyik a miniszterelnöki hivatal kezelésében volt, ami egyébként amúgy nem volt közöm, de akkor fölvethető lett volna a dolog. Az eddig beszélt verzió szerint ön elvileg, állítólag a vád szerint áruló. Van egy másik verzió, amelyben nem árulója Gyurcsány Ferencnek, hanem szövetségese egy önkiszivárogtatásban. Ugyanezen a felvételen van. Rózsa Flores azt is állítja, hogy a költségvetési viták súlya miatt, a nagy nehéz ügyek miatt magának, Gyurcsány Ferencnek és Szilvesi Györgynek állhatott érdekében a beszéd kiszivárogtatás, hogy időt nyerjenek, ellehetetlenítsék a jobb oldalt. Ez a verzió mennyivel tetszik önnek jobban? Hát de most tisztelet beszélgetünk, én mondok önnek valamit, ön meg pedig a leírt kérdéseket felolvassa nekem. Idézem abból a hangfelvételből. Azért vagyok kénytelen, hogy pontosan idézzem, ami elhangzik, és amit ő hát is végig most mondom, hogy én is. Rózsa Flores egy összeesküvés elméletet ad elő, hogy szerintem miért és hogyan történhetett. Semmiféle biztos tudása erről nincs, ez kiderül a felvételből is. Ő csak azt gondolja, hogy lehetett az én érdekem, vagy a Gyurcsány miniszterelnök érdeke, vagy annak a körnek az érdeke. Hát neki valaki és ezt mondta, de hogy mondja, ez nem egy megalapozott vád, de... Hát abszolút nem. Hát ugye egyrészt mondom, bizonyítani lehet az ellenkezőjét, mármint azt, hogy nekem ez semmi nincs, közöm nincsen, ez bizonyítani lehet. Másrészt meg hát ilyen verziók tényleg naponta látnak napvilágot. Most ezzel nekem komolyan kéne foglalkoznom. De miért nem foglalkozunk azzal, hogy van itt egy ember, aki magáról azt mondta, hogy soha az életben nem hazudott, és kiderül róla, ez szerint a felvétel szerint, egy olyan ember szavaiból, aki azt mondja, hogy ezt viszont biztosan tudja, kételkedhetünk benne, de legalábbis vessük fel a kérdést, hogy ő volt az egyike a szereplőknek, akik a terítésben, a megkomponálásban részt vett. Ön is ismerte Rózsa Floreszt? 80-as években ismertem a
ugye valamikor olyan az egyetemi, ELTE egyetemi kisbizottságának volt a titkára, az utolsó titkára. Hát nem menjünk bele, hogy mi volt a véleményem róla, tehát én akkor is... Akkor találkozott vele utoljára? Talán az 90-es éve kétszer az életben még találkoztam vele, de érdemben nem beszélgettem vele sohasem. Miért kellett vele találkozni, vagy hogy találkozott? Szerintem valami fogadás, vagy valamilyen rendezvény volt. Tehát nem, tehát egyenlő, nem személyes tudatos? Nem személyes találkozó. Volt Rózsa Flóresz a titkos szolgálatok látókörében? Sokan mondták, ez egy ilyen urbanus legenda volt, hogy a délszláv háborúhoz például toborzott katonákat, ami alapján felmerül az, hogy neki a titkos szolgálatok látókörébe kellett kerülnie. Hát, tud erről? Az, hogy a titkos szolgálat kivel foglalkozik és kivel nem, azt egy miniszter sose árulhatja el. Nem mondhatja el. Ezt nem mondhatja erre el. Erre nem tud válaszolni. Azt, egyébként azt tudom mondani, ugye elméletileg, hogy ha titkos szolgálatok jól végzik a munkáját, akkor most nem csak a polgári nemzetbiztonsági, hanem a hírszerző is. Hát minden olyan nemzetbiztonsági kockázatot jelentő tényezővel, kérdéssel foglalkozik, amelyik hát ugye a hatáskörébe tartozik. Hát ilyen válaszokat tudok adni, de konkrétan nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Tehát az sem, erre nem tud válaszolni, de akkor arra sem, ami szintén urbánus legenda volt, hogy ő a titkosszolgálatoknak dolgozik. Hát erre nem, de itt azért hagyj hívjam fel a figyelmet, hogy rendkívül sok legenda, tényleg rendkívül sok legenda. Azért egyáltalán, fogalmazok direkt így, hogy nem nemzetbiztonsági munkát illetően rendkívül sok legenda van. Hát ilyen legenda az is egyébként, hogy az összedi beszéd kiszivárogtatása, az kinek volt az érdeke. De hát sok más legenda van, és ezeknek a valóság alapja, hát nagyon kevés az esetek többsége. Az egyetlen, amibe kapaszkodni lehet, mert abban igaza van, amit most mondott, az az, hogy kinek érdeke az, hogy ne lássunk tisztán. A közvélemény szerintem, kíváncsiak a véleményére, joggal van azon felháborodva, hogy áll most itt egy ember, aki három keresztnevet bedob a közbeszédbe, a Gyurcsány Ferenc pártjából most kilépett Szabó Bálint. Áll itt egy másik ember, akinek a hangfelvétele van most a birtokunkban, és ő elhunyt. És van itt egy lezárult vizsgálat, ami most nem tudom, hogy államtitoknak minősül vagy nem, de mindezt időben meg lehetett volna még tudni valószínűleg a titkos szolgálatok segítségével, ezért ön az egyetlen, akivel kapaszkodni tudok abban, hogy kinek állt az az érdekében, hogy sem akkor, azonnal, amikor lángba borult a város, sem azóta egyetlen egyszer sem lássunk mi tisztán. És ez szerintem a közvéleménynek jogos felháborodása. Nekem az a meggyőződésem, hogy senki nem tudja azt biztosan, hogy a kiszivágás hogy történt. Tehát maga a kiszivágás. Ez a meggyőződés? Ez a meggyőződésem. Nem az a meggyőződése, hogy van, aki ezt tudja. Nem. Például Gyurcsány Ferenc maga is azt mondja, hogy a három névből kettő az nagyon közel áll. Osztja ezt a véleményét? Azt, hogy ő biztos abban, amit mond, azt én elhiszem, de hogy 100%-osan megdönthetetlen bizonyíték állnak kezében, abban nem. Pontosabban ő mondja, hogy nem, és addig ő nem áll vele elő. És ez egy teljesen korrekt hozzáállás. Önnek, mint titokminiszternek nem állhatott volna a kezében 100%-os megdönthetetlen bizonyíték? Nem állt a kezemben ilyen bizonyíték, ma sem tudnék rá hivatkozni, de hát hagyj hivatkozzak még egyszer arra, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal az nem egy nyomozó szerv. Egyáltalán egy pártrendezvényen elhangzott beszéd kiszivárogtatása az nem hatóságoknak az ügye. Nem, hát de ahogyan egy... mondta, összefüggésben áll egy olyan eseménnyel, amely... A későbbi zavarlásokkal lehet, de az már nem... És rögtön indokolja ennek a jelentőséget. Igen, ha nem van jelentősége, de én mondom még egyszer, én biztos nem tudom, hogy kiszivárogtatta ki, és szerintem nincs ma Magyarországon olyan azon kívül, aki megtette, hogy azt mondhatná, hogy ő biztosan tudja, hogy ő szivárogtatta ki. Ha egyébként ilyen lenne, akkor egyetértek önnel, nyilvánosság elé kellene vele állnia. De én nem tudok ilyenről, én biztos nem tartozom ezek közé, akik ezt tudják. De most legalább annyit tudok, hogy miután valaki kiszivárogtatta ezt a beszédet belülről, akkor utána mi történt vele. És ez legalább annyira fontos ebben a történetben, mint az, hogy a kiinduló pont az ki volt. Azért nem mondjuk azt, hogy ezt már tudjuk, hiszen hallottunk egy felvételt. Igen, így van, tehát mondta valaki, igen. Ezt pontosítom én is. Pont annyira komoly vád az, hogy ön volt. Igen, csak ugye az a különbség, hogy én rólam elmondja, hogy nem biztos, pontosabban ő nem személyes élményből tudja, hanem feltételezi, következteti, kitalálja. De a másik feléről a történetnek úgy beszél, mint személyes szereplője, de kétségtelen lehet, hogy nem igaz, és nem is tudom, hogy fogjuk megtudni, hogy igaz vagy nem igaz, hiszen hát nem biztos, hogy igazat mond a riport során. Támogatná azt, hogy a lezárult vizsgálat, amely az Gyurcsány kormány idején kezdődött és nem ön alatt zárult, nyilvánosságra kerüljön? Én feltétlenül támogatnám. Az biztos, hogy most államtitok, mert minden, ami a biztonsági hivatalban keletkezik, addig államtitok, amíg föl nem oldja valaki. Miért államtitok ez? Mert mindig az. Tehát amit a nem biztonsági hivatal csinál... Miért éri ezt tartani? Kérem? Miért éri meg azt? Szerintem egyáltalán ez a... Én azt gondolom, a kormányzó pártok, illetve a Fidesznek az érdeke, hogy ez ilyen ködben burkolódzék, mert így el lehet adni, most gondolja, eladja a heti válasz azt a verziót, hogy MSZP-sek. Ferenc, Katalin, Imre, ugye? MSZP-sek,
jó, ez rajtuk lehet ütni, ütni lehet az összefogás hívein, és így tovább. A Hír TV meg a Magyar Nemzet előadja a Gyurcsány-Szilvási variációt. És mind a kettő tud futni párhuzamosan, kizárják egymást egyébként ezek valószínűleg, de mind a kettő tud futni párhuzamosan. És mi erről itt beszélgetünk, nem a trafik ügyekről, meg nem másról beszélgetünk. Már rég nem beszélgetnénk, hogyha lenne egy vizsgálat, aminek volna eredménye. Tehát a vizsgálati eredményt én is híve vagyok annak, hogy nyilvánosságra hozzák, de én biztos vagyok abban, hogy abból nem fog kiderülni, hogy ki szivárogtatta ki a hangfelvételt. És ön sem tudja. Én nem tudom. Köszönöm szépen, hogy eljött. Nincs mit.